gondolom, hogy megérdemelten nyerte a mérkőzést a Békés Csaba. Rendkívül toppán játszottunk a mérkőzésen, és szépen akartunk futballozni ezen a, hát az nem azt mondom, hogy rossz pályán, de nem egy jó minőségű pályán. És megint abban az hibába estünk, hogy ugye nem küzdöttünk, ez nagyon nagy negatívum egész évben, hogy amikor kicsit küzdeni kellene a csapatnak, akkor nem küzd, hanem futballozni akar. Mindenki tudta, hogy fáradtak voltunk, ők is fáradtak voltak, ugyanannyi mérkőzést játszottak, mint mi, ugye mert szerdán kupa mérkőzést játszottunk velük, ők tudtak küzdeni, és nekünk is ez kellett volna. Nekünk is vannak céljaink, ugye mi dobogon szeretnénk végezni, és ilyet nem engedhetünk meg magunknak, hogy kikapjunk egy utolsó helyzet csapattól, de még egyszer mondom, megérdemelten nyerte a mérkőzést a Békés Csaba. Szerintem teljesen más mérkőzés lesz. Még egyszer ilyen rosszul nem tudunk játszani szerintem mi mérkőzést, úgyhogy egy teljesen más mérkőzés lesz. Én úgy érzem, hogy a 2-0-nak elégnek kell lenni, főleg az első fél időben tudunk egy gólt rúgni, nekik négyet kellene rúgni, hogy az, hogy tovább jussanak. Én nagyon bízom benne, hogy kupadöntőt tudunk játszani, de ahhoz még nagyobb akarat kell a játékosoknak. Hát nehéz kérdés, mert ugye nagyon jól lenne egy derbit játszani, ugye a Fradi pályán lesz a kupadöntő. Azért az elég lútri, a Fradi elég erős otthon, de mi már megmutattuk, hogyan kell őket legyőzni. Vagy a Debrecen erős csapat, mi is tudjuk, és szerintem ők jobban motiváltak is lennének, úgyhogy jobban szeretnék egy Ferencvárosra játszani. Furcsa, hogy 3 hét alatt játszunk 7 vagy 8 meccset, utána 2 hét pihenő, utána megint 3 hét alatt játszunk 9 mérkőzést, úgyhogy ez egy kicsit furcsa. Erre nekünk fel kell készülni, most van ugye 2 hét pihenőnk, vagy is még 10 nap pihenőnk, de erre föl kell készíteni a csapatot, hogy most szerda-szombat ritmusban fogunk játszani, és még egyszer ilyet nem engedhetünk meg magunknak, hogy mint a Békés Csaba ellen, ha fizikálisan elfogyunk, akkor is akaratba fel kell venni bárkivel a versenyt, úgyhogy én nagyon bízom a csapatba, és bízom benne, hogy ebbe az utolsó hónapban azért elérjük a céljainkat, kupadöntőt fogunk játszani, és ott tudunk lenni a dobogon.